Az NB3-ból indulva a legutóbbi szezont már az NB1 8. helyén zárta az A-Studio Futsal Nyíregyháza. Nyáron érkezett egy új brazil játékos, két felnőtt és egy korosztályos válogatott futsalos, így a felsőházba jutást célozta meg a Lovas Norbert által irányított együttes. Ezt már a téli szünet előtt kipipálhatták a nyíregyháziak. Úgy gondolom, hogy rendkívül jó fél évet zártunk. Mondom azt, annak ellenére volt egy kisebb-nagyobb hullámvölgyünk, de sikerült a célunkat teljesíteni, hiszen a felsőházba fog játszani a csapat februártól, már akkor kezdődik, és ez volt a kitűzött célunk, ezt teljesítettük. Nagyon nagy meglepetéseket is okoztunk szerintem eddig, és nagyon bízom benne, hogy a folytatásban is fogunk majd meglepetéseket okozni. Rengeteget dolgoznak, melóznak a srácok, és rendkívül jó edzés munka is folyik. Versenyhelyzet volt csapaton belül a pozíciókért, illetve azt láttam, hogy kezdünk csapattá érni, és ez nagyon fontos a kis sportágunkban, mert aki csapatként tud funkcionálni, az a bajnokot is le tudja győzni, és erre ékes bizonyítéka vagyunk mi, mert tényleg a haladást csak mi tudtuk eddig megverni, és ez nagyon nagy dolog a klub történetében, illetve személy szerint nekem is, illetve a játékosoknak is, és ez egy nagyon nagy lökést adott, de összességében így látom, hogy minden a helyén van, mindenki tudja, mi a dolga, és a játékosok pedig versenyhelyzetben vannak, és ezért jó edzés munka van. Gagyi Sándor nyáron a nagypályás futballról váltott át a futszálra. Bár mindkét változatot lábbal és labdával játsszák, gyakorlatilag két különböző sportágról van szó. Teljesen különböző és eléggé szokatlan, mert mi így a passzok is, vagy nagypályán sokat voltam így játékban, de így kis pályán meg csak hogy egyszer lehet úgymond hazaadni, azt ott kevesebbet vagyok így játékban lábbal, meg nagyon gyors a játék, sokkal jobban oda kell figyelni, mint nagy pályán. A nyíregyháziak az alapszakaszból hátralévő négy meccsből a lehető legtöbbet szeretnék megnyerni. A felsőházi rájátszás tekintve nincs irreális cél kitűzve a csapat elé. Nincs nyomás a srácokon, hiszen nem teszünk még rájuk ekkora terhet, hogy éremért, mert ott még nem tartunk. Mindenki helyén kezeli ezt a sikert, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Nagyon bízom benne azért, hogy tudunk meccseket nyerni, hiszen a tényleg a legjobb hat ellen játszunk, és mindenki ugyanolyan motivált lesz, mint eddig. Az A-Studio Futsal Nyíregyháza hétfőn 18:30-as kezdettel a Maglódot fogadja a Continental Arénában. A 19. forduló további párosítása következő: Pécs Berettyóújfalu, Nyírbátor Magyar Futsal Akadémia, Kecskemét Újpest, Veszprém Deac és Aramisese Haladás Viese.